A hétvégén pénteken jelezték nekünk, hogy az egyik óvónő, aki a kis csoportban dolgozik, annak tüneteket produkált, és megkérte a tesztet, ami kiderült, hogy pozitív lett. Így arra a döntésre jutottunk, hogy a kormányhivatalt, illetve az oktatási hivatalt megkeresve az ő általa vezetett kis csoportot le fogjuk karanténba fogjuk helyezni, és erre meg is kaptuk a határozatot a kormányhivataltól, hogy 2021. február 26 napjától március 7-éig karantén alá helyezzük a kis csoportban lévő gyermekeket, illetve hát nyilván az óvónő is karanténba kerül. Sajnos azóta kiderült, hogy a ott dolgozó Dajkának is pozitív lett az eredménye. Tehát jelenleg most az a helyzet, hogy az óvodánkban, ami három csoporttal működik, a kis csoport az karanténban van, erről értesítést kaptak a szülők, illetve a gyermekek. A középső és nagy csoport még egyelőre a rendes működés szerint látja el feladatát. Szerencsés helyzet az, hogy a óvodában lévő konyha látja el a gyermekétkeztetést, illetve a vendégétkeztetést, az időseknek az étkezését, viszont a konyha az teljesen különálló helységben van, tehát ők nem találkoznak sem az óvónőkkel, sem pedig a dajkákkal, hiszen kiadó konyha van, és így a konyha zavartalanul tud működni. Mikor ez kiderült, ez a helyzet, hétfőn délbe hazaengedtük a valamennyi csoportnak a csoportba járó gyermekeket, és egy teljes fertőtlenítést csináltunk, ózongenerátorozással együttvéve, tehát a teljes óvodát lefertőtlenítettük, és így kezdtük meg a munkát most. Most jelenleg az a helyzet, hogy más dolgozó még nem produkált tünetet, tehát nagyon remélem, hogy így marad, hiszen a középsőnek és a nagy csoportnak ugyanúgy működni kell, és a legfontosabb nyilván a konyhának a működése. Ebben a helyzetben a szülőket kérjük, de szigorúan csak egy szülő jöhet ételhordóval a gyermekének az étkezéséért, tehát a uzsonnájáért, 10 óraiért és az ebédjéért. Ezeket 11 órától biztosítjuk a kis csoportban lévő gyermekek szüleinek, illetve a gyermekeknek az étkezést, tehát ők most jelenleg elviszik haza ételhordókban a 10 órai ebédet, illetve az uzsonnát. Reméljük, hogy ez így marad, viszont hogyha nagyobb probléma van, és be kell zárnunk az óvodát, hiszen fennáll annak a veszélye, hogy más dolgozó is elkapta a vírust, így akkor viszont ha lezárásra kerül az óvoda, akkor pedig ugyanígy a többi gyermeknek az étkezését is így fogjuk megoldani, hogy ezt ők megkapják.